Ismét egy különleges vendégünk érkezik ma, ugyanis ő nagyon ritkán jár Magyarországon, pedig abszolút magyar, de Amerikában él, ott tanult a UCLA-n, és óriási sztoriai vannak arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki Amerikába járjon egyetemre, és ne váljon belőle teljesen elmeháborodott, neomarxista, liberális. Szani János pillanatokon belül érkezik hozzánk, és kezdünk. Tudom, macerás, bonyolult, lusta vagy, ezek lesznek a válaszok a fejedben, de hidd el, nem véletlenül jelenek meg mindig itt a videók elején, és biztatok mindenkit. Tényleg nagyon durva, amit a YouTube művel. Letilt videókat, korlátozza az elérésüket, időnként egy hétig feltölteni sem enged, és ilyenkor semmilyen tartalom nem jut el hozzád. És ezt messze nem csak velünk csinálja. Ukrán háború, Izrael, Covid, migráció, terrorizmus, fegyver és gyógyszeripar, globális felmelegedés, az ételeinkbe kerülő vegyszerek, Bill Gates, már nem is tudom hányadiknál tartok, abba is hagyom, műhúsok, de tényleg rengeteg fontos dolgot nem tudsz meg a hírekből, és a YouTube is egyre jobban próbálja ezeket elrejteni előled. Pedig valószínűleg te is szeretnél tájékozott lenni, hogy mi minden történik körülöttünk valójában. Na, ha ez így van, akkor tényleg ne habozz, és egyáltalán nem macerás vagy bonyolult. A Rumble videó megosztón teljes egészében cenzúramentesen láthatod azokat a tartalmainkat, amiről a nagy tech cégek, a globalista média és a politika azt akarja, hogy ne tudj, ne is beszélj róla. Jó, oké, ettől még persze nyugodtan nézd tovább a klippeket, meg a macskás videókat itt a YouTube-on, de ha érdekel a valóság fontos dolgokkal kapcsolatban, akkor ne félj tőle. És ne félj az újdonságtól se. Tényleg kb. 3 kattintás az egész. A képernyőn a Rumble csatornám címe, de lent a leírásban megtalálod a közvetlen linket is ennek a mostani videónak a vágatlan változatához. Úgyhogy gyere, várunk. Oké, persze most itt elindul a vágott, kilúgozott, remélhetőleg cenzúra biztos YouTube verzió is, ha továbbra is lusta vagy átjönni. Akkor is szeretünk. Hajrá! Ez itt a Hobbista Hardcore hét elejé adásának második félideje, és nagy szeretettel köszöntjük Szani János, Johnny Szani. Szani? Vagy hogy mert ugye Johnny nem... inkább, igen. Johnny Szani, ez az Instagram oldala, igen, és Johnny megdöbbentem, Sunny. Hogy 200 nem tudom hány ezer követőd van. Azért az nem olyan, az már amerikai szintes, nyilván nem Candace Owens vagy DC Drano szintű, de azért az már megjelent, tehát az már releváns. Ezek szerint azért a te aktivitásod az messze nem csak Magyarországra terjed ki, sőt, hát ugye angolul is működteted az oldaladat. De ki vagy te egyáltalán? Hát amennyire tudok működtetni, meg az ötleteket átadni, próbálkozok vele. Gyorság szerint Johnny Szani, mert a Szani Jánost azt nem nagyon tudják az amerikaiak kimondani. Igen, most a Szoboszlait azt most tanulják meg a Dominikot, nem a legegyszerűbb, nem a legkönnyebbel kezdték, de most igen, már lehet, hogy nem. Igen, Szoboszlaival is nagyon próbálkoznak, nagyon sok egyetemista ismerősen bírja a Szoboszlait. De igen, igazság szerint nagyon sokat dolgozok az ifjabb republikánusokkal, a párton belül és az egyetememen is belül, főképpen az a munkám az egyetem mellett, hogy a chief of staff vagyok a DC egyetemi republikánusoknak, és az én egyetememben is az elnöke a klubnak. Szóval de Amerikában születtél? Itthon születtem. Itt születtél? Igen, és 5 évesen kiköltöztem. Aha. Igen, gondolom igen. Nem egyedül, tehát nem egy önálló döntés ja, nem. Miért tovább megyünk? Tehát nagyon fontos a beszélő pozícióját, illetve hitelességét tisztázni. Tehát mert az üléspont határozza meg az hogy álláspontot. Hogy a UCLA-re jártál, de én ezt nem nagyon vagyok hajlandó elhinni, mert nincs lila hajad. Tehát esetleg még a víz alatti kosárfonást tudsz nekünk prezentálni, hogy higgyünk neked, hogy te arra az egyetemre jártál. Hogy nem vagyok. Hol a lila haj? Tényleg? Hát... Mert a szőröd lila. Nem, na tessék. Nem. Meg lehet, sor. Majd meg nem is lánynak születtél, nem? Nem, az sem. És nem is akarsz az lenni, ez a legdurvább. Na, de mindjárt kitérünk ezekre is meg az egyetemre, de azért csak hogy nagyon röviden azért az élettörténetet. Tehát 5 éves korodat óta élsz Amerikában, rögtön Kaliforniában? Rögtön Los Angelesben, igen. Los Angelesben itt-ott elmentünk egy pár helyre, de főképpen Los Angelesbe, és akkor minden nyáron meg télen próbáltam hazajönni. Aha. Minél többet, igazság szerint. Nyilván először még azt, tehát úgy, tehát magyarul akkor szüleiddel együtt kint maradtatok, most már nyilván önálló döntés igen, ez. Igen.
és egyetemhez, és azért különösen érdekes, hogy, hogy ugye a UCLA-re jársz, és hogy Kaliforniában élsz, mert ugye hát a nézők nyilván tudják, hogy én 12 és 14 éves korom között éltem Kaliforniában szintén a szüleimmel, és ugye én nagyon-nagyon megszerettem Amerikát, nagyon megszerettem Kaliforniát, tényleg egy szuper hely volt, és nem csak azért, mert pálmafák meg jó idő, hanem tényleg egy olyan kiegyensúlyozott jólét volt, prosperitás volt, az emberek éltek, hagyták egymást élni, olyan kellemes hely volt az egész, és hát most, amit látunk, hogyha arra járunk, tapasztalunk is, te pedig minden nap, vagy napi szinten tapasztalatod. Szóval azért ez egy olyan szinten más Amerika, amit te már csak mondjam, történelem könyvekből ismerhetsz. Vagy onnan már nem szabad azt az Amerikát neked már nem szabad. Elbeszélésekből, igen. Nem fogja ismerni, az biztos. Szóval, hogy tényleg meséld, hogy ez a rémség, amit mi innen látunk, ez tényleg igaz. Oké, azt tudjuk, hogy a hajléktalan sátortáborok városszerte, Los Angelesben, San Franciscóban, mindenütt az utcára szarás, ez valós, tehát. Miről beszélsz? Hát megjött a kínai első titkár. Igen, San Franciscóban már nincs ilyen. Látogatás akkor San Franciscóból eltüntették, de pedig elkészítették a város szartérképét is, the poop map of San Francisco. De hogy tényleg az élet ma Kaliforniában egy ilyen neomarxista utópiában, ahol egészen hajmeresztő ideológiák mentén szervezik most már az állam működését is. A hétköznapi ember ebből mit érez? Hát igazság szerint Los Angeles nagyon megváltozott, amióta én is ott élek. Nem tudom, lassan már 20 éve. Gyorsan megváltozott, sokat változott. Sokkal veszélyesebb lett a város egyébként ahhoz képest. Az adók növeltek meg minden, és tényleg nem lehet az ilyeneket látni a történelmi könyvét, tehát a Ronald Reagan kaliforniai republikánus, az már nincs nagyon. De mondjuk a mai Los Angeles-i kormány, vagy a kaliforniai kormány Gavin Newsommel, igazság szerint ezt lehetett látni szerintem több évvel ezelőtt. Szóval ez lassan növelt, érted? Én régebben, még szerintem gimnáziumban, én még nagy Bernie bro voltam. Én nagyon bírtam a Bernie Sanders-t, amikor 16-ban indult. De lassan átváltottam az ilyenről, mert igazság szerint a progresszívok egyre exkluzívabbak lettek. Tehát egyőbben kizárnak minden igen, mást, igen. Aki egy kicsit is, picit igen, más. Igen, nagyon, nagyon durva. Hát a republikánus klubba járni a gimnáziumban, meg egyetemben mindig nagyon necces volt, tudod, nem lehet, legtöbb ember így sunyiba akar de akkor azért az egy nagyon éles váltás volt neked a Sanders-től a republikánus igen, klub. Igen. Hogy egyáltalán hogy merült fel, hogy az addig, azokat, akiket addig ugye nyilván te is a többiekkel együtt démonizáltál, hogy fasiszták, szörnyetegek, egyszer csak közéjük, oda mész közéjük. Ez, igen. Hogy, hát két dolog lenne, szerintem az egyik, amit nem szabad elfelejteni, hogy Trump sokkal egy újfajta konzervatív igazság szerint, nem olyan fajta, mint a Bush meg a Dick Cheney volt, egy teljesen újfajta konzervatív, szerintem ez teljesen más. A Bernie Sanders nagyon sokat dolgozott a working class szavazókkal, kvázi, akik dolgoznak, akik minden nap tud elmennek. És a Trump is ugyanezt csinálja. Igen, egyébként fura dolog, hogy van egy közös metszés pont, vagy ha közös halmaz igen, a, igen, a igen. Trump és a Sandersnek a nem tudom, mondjuk a politikai elképzeléseinek, igen. Tehát mindkettő egy ilyen anti-establishment, amíg azt mondja, hogy ne egy szűk elit döntse el azt, hogy az emberek igen. Hogy élnek, csak ugye innentől kezdve itt meg is szűnnek a hasonlóságok, ez egy nagyon fontos hasonlóság igen. Egyébként, de azért innentől kezdve a válaszok, amit ők adnak, az nagyon más, mert ugye a Bernie Sanders azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha nagyon leegyszerűsítjük, hogy hát igazából ne is kelljen dolgozni, hanem az állam gondoskodjon az emberekről, mert az államnak az a dolga, hogy mindent megoldjon az emberek helyett. A Trump meg azt mondja, hogy az emberek melózzanak, és az állam, ebben ilyen szempontból az erő is egy viszonylag hagyományos republikánus, azt mondja, hogy az állam hagyja békén az embereket, és dolgozzanak, gondolkozzanak, beszélnek, amit akarnak, de az állam egyszer csak tegye lehetővé, hogy éljék a saját életüket, és sikeresek legyenek. Igen, hát pont jól mondtad, nagyjából ez a legnagyobb különbség jelenleg a demokraták meg republikánusok között, hogy a demokraták nagyon szeretik az államot, minél nagyobb állam, minél több adó, minél jobban tudod benne tudjanak lenni a cégek, mert tudod, Kaliforniában is vannak mindenféle törvények, hogy nem tudom, hogy
hány person of color-t kell felvenni minden cégboldra, meg minden diverzitás, igen, ilyen diverzitás programok vannak, ami szerintem kicsit elmebeteg, ilyen nem tudom, mint hogyha más világban ilyennél érted. És republikánusok megmondják, hogy figyelj, ez nem kell, csak free market. Érted? Igen, meg hát ugye a meritokráciában hiszek, azt mondjuk, hogy azt vegyék föl az állásra, aki a legjobb, és teljesen mindegy. Tehát nem mondják azt, hogy a fehéret kell fölvenni, szó nincs arról, hogy a másik, nem, azt mondják, hogy az legyen, azért azt kapja meg, aki a legjobb. Igen. Tök mindegy, hogy fehér, fekete, latino, buzi, abszolút mindegy, a legjobb. Persze, ennyi. Igen. De ez most Amerikában nem népszerűbb, tehát most állandóan nem, az áldozat, mindenféle vélt vagy valós áldozati csoportot kell fölemelni és megsegíteni. Mert ha van két azonos, ugyanaz a képesítés, ugyanolyan bőrszín, ugyanolyan háttér, de az egyik látta, mint egy galambot elült egy autó, akkor őt veszik fel. De most már a mesterséges intelligencia állítólag véget vet ennek, mert azt lágod a... Ausztráliában? Ausztráliában volt, amikor a HR osztályt. Rábízták a HR osztályt a mesterséges intelligencia, és csak fehér. És csak fehéreket vett fel. Fehér heterókat vett fel férfiakat, mert ugye ez a leghatékonyabb munkavégző típus. 3-1-re lenyomtuk Montenegrót, de ne feledjük a többi eredmény se. Itt van mindegyik a hátamon. Európa, itt jövünk, ezzel a pólóval ünnepeljük, hogy kijutottunk csoport elsőként az EB-re. Természetesen neked is lehet ilyen pólót, most végre, kivételesen nekem is sikerült egyből beszereznem. És ha már itt tartok, akkor végre az előző szériából is gyorsan újítottam egyet magamnak. És most már végre ilyenem is van, ez még az előző. Mindkettő természetesen megtalálható a webshopban, megmutatom még egyszer az újat, mert ez most nekem nagyon tetszik. www.hobbistawebshop.hu. Nagyon köszönjük a vásárlást. Igen, hát ugye van egy valóság, ami mindig az ideológusokat időnként egy valóság fejbe csapja, de úgy tűnik, hogy Amerikában és pláne az egyetemeken nem érdekli őket még mindig a valóság. Tehát egy olyan buborékot sikerült létrehozni, amiben nem penetrál be a valóság, és azért ugye azért itt a nagy csoda, hogy te hogy tudott téged, már épp nem hogy nem megfertőzni, hanem áthozni a jó oldalra, és utána nem az egyetemen nem kerültél vissza. Hát, azért óriási nyomás az emberen, amikor mindenki körülötte. És menő dolog persze szembe menni, de ez akkor menő, hogyha legalább egy-két társad van, akivel azért össze lehet. Az ember sokan saját tapasztalatból ismerjük, hogy jó dolog kicsit széllel szembe pisálni, meg menő is, meg lázadni, a fiatalság amúgy is szeret lázadni, de azért kell, hogy legyenek társak, akikkel együtt lázadunk. Tehát a magányos lázadó az egy mítosz, mert a magányos lázadót azonnal tönkreteszik. Igen. És egyszerűen lelkileg nem lehet bírni, hogyha mindenki állandóan. Te hogy bírtad? Vagy volt egy-két társad azért? Volt egy-két társam, próbálkoztam gimnáziumban is, egyetemben is voltam a Republikánus Klubban, az elnöke voltam, szóval mindig próbálkoztam az ilyenekkel inkább kihúzni más embereket, hogy tényleg mit gondolsz, mert a legtöbb ember igazság szerint Amerikában tök moderát. Ilyen moderát republikánusok tök sokan egyébként, amit az emberek nem értenek. Érted is, csak annyira sok liberálissal vannak körbevéve, és annyira mondják és tolják az emberre, hogy félnek mondani mást, igazság szerint. De hogyha leülteted és átbeszéled vele, akkor igazság szerint szerintem 50% az embernek kicsit lecsillapod, vagy van amiben egyetértetek, vagy szerintem egy 5 perc után ránéz is, mondja, hogy nem is annyira rossz a Trump. Igazság szerint tök nagyon sok jó liberális barátom is van, velük is beszéltem sokat az ilyenekről. És mikor kerülsz be ez a rekordok könyvébe, hogy 5 percig tudtál beszélgetni egy liberálisan, úgyhogy nem kapott hisztérikus rohamot, nem támadt meg, nem kezdett el skandálni, nem öntött le festékkel. De volt az antifások, nem borult ki, hogy megsértetted az érzékenységét azzal, hogy egyáltalán rámertél nézni. Tehát ilyen. Hát az antifások is voltak, ezt lehet gyorsan elmesélem, amikor kijött ez a... Ez nem egy ilyen békés beszélgetés volt. nem volt sajnos. Elmentem egyik barátommal a főbírósághoz, Amerikában a főbíróság feldöntötte a Roe v. Wade-ot,
Igen, ugye, ugye volt az, ami az abortusz szabályozást, hogy, az, hogy a nem szövetségi hatáskörön visszautalta az egyes államoknak. Ez annyit, azt mondom, sokan nem értik. Nem betiltották, vagy nehezítette az abortusz, csak kivette a Washington kezéből, kivette Washington kezéből, amely azt mondta, hogy az emberi jog, és azt mondta, hogy az egyes állam, vagy alkotmányos alapjog, bocsánat, hogy nem, hanem az egyes államoknak, mert ugye Amerika az egy föderális állam, és rengeteg kérdésben ugye az egyes, az 50 államnak saját joga eldönteni egy csomó mindent, adók kezdve nagyon sok mindent, és azt mondta, hogy ez igenis az állam hatáskör, és eldöntheti, hogy ő milyen módon szabályozza az abortuszt, teljesen liberálisan megtiltja kettő között bármi, az a lényeg, hogy az állam dönthet. Tehát szó nincs arra, hogy abortusz bevezettek. Há, persze, nem, vezettek csak igen, visszadobták az államnak. Ahol régen is volt egyébként. Igen. Washingtoni republikánusok is többször mondták, hogy egyébként csak vissza akarják dobni az államba. Szóval ez nem egy American wide abort, you know, igen. Semmi. De kijött a decision, hogy a Supreme Court, a nagy bíróság kimondja, hogy visszadobják az államoknak. És én elmentem, szerintem egy 5 perccel, miután kijött, ott voltam a Supreme Courtnál. Már ott vagyok most a környékben, Washingtonban. Ja, mert most Washingtonban igen, ész. Szóval aha. Kimegyek. Kimegyek, elmegyek oda, és antifások jönnek, ilyen bukósisakkal, meg maszkkal, meg minden is ilyen nagy mikrofonnal. És elkezdenek kiabálni, hogy fuck a fascist, meg nem tudom mi. Hát igen, akkor... szokásos. Tehát csak a szokásos, tehát még egyszer tisztázzuk, tehát az Antifa, a baloldal hősei igen. Szerint az, hogy a bíróság azt mondja, hogy nem mi fogjuk megmondani nektek, hogy lehet-e abortusz, hanem az alsóbb szinteken az állam dönti el. Ez mi? Hát ez maga a fasizmus. Nem, szerintük nem. Viszont te nekem erről elküldted a videót, és ezt én most beküldöm a vágónak, hogy tegye is be ide. Jó. Igen, nagyon... nagyon érdekes volt igazság szerint, meg kicsit ijesztő. Tudod, hogyha egy ilyen, nem tudom, szerintem egy 400 embernyi tömeg megmozdul feléd. És maszkban, sisakban, az szerint, per. Hát az... Ott állsz egy pár emberrel, a barátaim a Lauren Boebertnek az irodájából ott voltak velem, szerintem voltunk hárman összesen. Ő az, aki bebaszott és kibaszták a színházból. Igen, az volt a csaj. próbáltak verekedni, szóval így bögdöstek, minden próbálkoztak, kiabáltak velünk mikrofon az arcba. És addig ment, ameddig így lassacskásan teljesen eltoltak minket a főbíróság épülettől. És ugyanúgy kiabáltak ránk, szóval a főbíróságot ott is hagyták tulajdonképpen, és csak ránk koncentráltak. Szóval... Magyarul nehogy már ott legyen egy pár ember, aki támogatja ezt a döntést, mivel egyébként valószínűleg az amerikai lakosság legalább 50%-a egyetértene. Még egyszer mondom, nem abortusz tilalom. Ez maga a fasizmus. Igen, igen. És a fasizmus erre a legjobb ellenszer? A fasizmus. Hát végül is sárkány ellen sárkány. Hát de amúgy, amikor itt voltak a magyarországi antifák, a Pride-ra kimentek, én nagyon antifazászló, és akkor tehát egy szál magamban oda megyek, operatőr mögöttem, és tehát az itteniek azok annyira csicskák, de olyan csicskák, hogy tehát itt megijednek egy embert, itt azért nem ennyire nagy az arcuk, ezért importálják ugye a német fasiszt, antifasiszt. Akik viszont nagyon megváltoztak az elmúlt 80 évben. Most már csak ugyanolyan fasiszták, mint régen. Igen, csak ne, most már pedofilokat. Csak nehogy hogy valakiből kijöjjön a Kylie Rittenhouse, hogyha nagyon hűbörögnek. Hát, de akkor azért nem kerülhetjük meg a kérdést, és biztos sokan gondolnak, hogy oké, okay, te, aki ott élsz, te mit gondolsz, hogy 2024-ben, és most nyilván nem arra kérlek, hogy jósold meg az elnökválasztás eredményét, de mégis egy kicsit, hogy ebben a mostani Amerikában, ahol ilyen vehemenciával nyomják le a másként gondolkodókat, a konzervatív gondolkodókat, miközben akik egyébként a csendes többséget képezik sok esetben, de amikor is az ilyen hatalom és ilyen erőszakos hatalom van a baloldal kezében, van esély valami fajta normalizálódásra? Hát komplikált lesz szerintem. Hát Amerika az mindig hogy mondjam, komplikált mindig a két oldala, hogy Amerikában már volt egyszer egy civil war, szóval egyszer megcsinálták, felvették a fegyvereket, és elkezdtek egymásra lövöldözni, szóval ez már egyszer megtörtént. Szóval szerintem ez csak része az amerikai demokráciának, hogy ilyen nagyon... Hát ez a szembenállás... Igen, nagyon szembeállnak.